A székesfehérvári helyőrségi zenekar előadásában a Fehérvár fanfár nyitotta meg az ünnepi közgyűlést, majd a himnuszt követően a középkori szertartás könyvben olvasható sorokon keresztül a koronázási szertartás játékot idézte meg Mihályi Győző, Trokán Péter és Árgyelán Ádám. A közgyűlésen ünnepi beszédet mondott Cserpalkovics András. Székesfehérvár polgármestere hangsúlyozta, a városnak fel kell készülnie Szent István halálának 1000 éves évfordulójára. Döntés lehetőséget hagyok kollégáim számára, hogy a 2038-ig szóló részletes stratégiánkat kidolgozzák és bemutathassuk a közösség számára. 2025 év végéig áll rendelkezésükre idő ahhoz, hogy a város erőforrásait egy műhelyé, munkacsoporttá egyesítve kidolgozzák Székesfehérvár útitervét a Szent Istváni emlékében. A városvezető hozzátette, a munkának van egy szellemi, lelki pillére, amelynek megépítéséhez a hit, a kultúra, a művészet, a tudomány eszközeit és a közösségi erőt is igénybe kell venni. Mint a polgármester mondja, Székesfehérvár sikerét az fogja eldönteni, hogy milyen gyorsan ismerik fel a város életében szükséges változások igényét, milyen megfontoltan hoznak döntést egyes kérdésekben. Történelem és a jelenkor sikeres városait vizsgálva egyetlen közös jellemzőt találunk, az alkalmazkodó képességet. Székesfehérvár sikerét is azt fogja eldönteni, hogy milyen gyorsan látjuk be a város életében szükséges változások igényét, milyen megfontoltan hozunk döntést ezekben, majd milyen sebességgel változtatunk, és mennyire tudjuk ahhoz megnyerni az emberek többségének támogatását. Rugalmas, ám kiszámítható, a változásra nyitott, de alapértékeinkhez ragaszkodó városvezetést fogunk megvalósítani a következő években is. A díszközgyűlésen önkormányzati kitüntető címeket adtak át azoknak a személyeknek, akik az élet különböző területein sokat tettek a városért. Székesfehérvár díszpolgára kitüntető címmel tüntették ki Poklosi Pétert, a Magyar Hadisír Gondozó Szövetség elnökét, és Újházi Péter Munkácsi díjas festőművészt, grafikust. Pro Civitate kitüntető címet vehetett át Bakonyi István, József Attila, Toldi Ferenc és Josika Miklós díjas irodalomtörténész, és Brückner Ákos előtt ciszterci szerzetes, Demeter Bence világ és Európa bajnok öttusázó, Kovács Ignác István főorvos, Németh Gyula gyermek és házi orvos. Posztumusz Pro Civitate díjjal tüntették ki Varga Gábort, a Gaja Környezetvédő Egyesület korábbi elnökét. Tiszteletbeli polgár kitüntető címet vehetett át Bócsi László, a Fejér Vármegyei Egyetemi Oktatókórház korábbi főigazgatója. Tiszteletbeli polgár kitüntető címmel tüntette ki a közgyűlés Hanga Ádám Euróliga győztes válogatott kosárlabdázót.